Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Így kezdődik a híres 12 pont, amelyet 1848. március 15-én nyomtattak ki Pesten. Ebben a dokumentumban foglalták össze a forradalom követeléseit a márciusi ifjak. Petőfi Sándor a forradalom legismertebb alakja, aki aznap elszavalta a nemzeti dalt. Az eseményeknek volt vármegyei résztvevője is, mondta 35 perci műsorunkban Holmár Zoltán történész. És találunk kettő megyei származású Mácius és az egyik közülük Vasvári Pál, aki bütkösségben született, ez ugye a Tisza Vasvári részét képezi. Szakmai elődöm, ha lehet így nevezni, történész volt egyébként görögkatolikus felekezet, és Fehér Pál néven látta meg a napvilágot, aztán felvette a Vasvári nevet, és a Tisza Vasvári is ugye ezért tisztelgette az ő személye előtt hogy belevette a település ugye az elnevezését az ő vezetik neve alapján. A másik nagymáciusi ifjú pedig Korányi Frigyes volt, aki meg inkább az orvosi pályát választotta, hiszen ő orvostan volt 1848 tavaszán, és így csatlakozott március 15-én a Pesti fiatalokhoz. A szabadság az során egyébként önkéntes nemzetőr volt, Nyíregyházi Katona volt egyébként a vezető tisztje, illetve a, nagy 48-as honvédzászlónak volt a gyógyszertári anyagának a, parancsnoka, tehát ő volt az, aki a felelőse volt ezeknek a gyógyszereknek a beszerzésének, a logisztikájának a lebonyolításában. És van még egy harmadik március éfős, ugyan nem a megyében született, irányi Dániel, aki később a felvidéken volt kormánybiztosi minőségben, Kossuth Lajosnak az emigrációban odaadó híve volt, és ő viszont Nyíregyházán halt meg 1992-ben. Ez a festmény a Pákozdi csatáról készült, ahol a kemecsei születésű Répási Mihály is harcolt. Ez a másik pedig az 1849-es Komáromi csatáról, ahol piros mentében görgei vezeti a magyarokat, de a tömegben ott harcol a vármegyéből való Rakoszk is. Olyan személyekkel találkozhatunk, mint Répási Mihály, aki honvédtábornok volt, kemecsei születésű, és Kemecseváros egy szociális otthont nevezette róla. Vagy ott van egy másik honvédtábornokunk, Csuha Antal, aki a Nagyhalászi Általános Iskolának is a névadója. Ő Péter Váratnak volt a parancsnoka 1848-49-ben. Vagy említhetném még... Rakowski Sámuelt, aki a legendás 48-as Szabolcsi Honvéd volt az ezredes, a parancsnoka, számos csatában kitüntette magát, őt magát ki is tüntették a katonai érdemje második osztályával, és később ugye a Szabolcsi Honvéd Egyletnek volt az alapító vezetője és elnöke. róla egy képet is őriz egyébként a Nyíregyházi Józsandrás Múzeum, amelyet egy régi tisztás, a Krasznai Péter, a későbbi Nyírbogdányi Járás főszolgabírója adományozott még Józsandrásnak a múzeum alapítójának. Tehát belebottunk olyan nagy töltemi személyebe, akik nem csak a megye, de akár az országos szinten is formálták az eseményeket. Répási Mihályra visszatérve például azon kívül, hogy Kemecsé születésű volt és tagja volt az 1840-es években a Magyar Királyi Testőrségnek, Ő ott volt az első nagy győztes ebben a Pákozdi csatában 1848. szeptember 29-én. A Móga János vezette honvédsereg, amely felvonult a Jalasics által vezetett horvát illetve szerb csapatokban álló sereggel szemben, a Mógának a balszányát vezette Répási Mihály, és a későbbi, egy hónap a későbbi Sveháti ütközetben is ugyanezt a balszányát vezette, és azért különleges az ő szerepe, mert ő huszár volt. Sajnos a szabadságharc 1849. augusztusában elbukott az osztrák-orosz túlerővel szemben majd októberben kivégezték a felkelés 13 főtisztjét Aradon és miniszterelnökét Battyányi Lajost Pesten. A forradalom eszménye viszont azóta is élénken él.